A Magyar Államalapítás ünnepén Háromszék 31 településének legmagasabb pontján egyszerre lobbantak fel a lángok augusztus 20-án este 9 órakor. A háromszéki települések határában meggyújtott őrtüzek évtizedek óta az egységes magyar nemzethez való tartozást fejezik ki. Isten áld meg a magyar. Magyar és székely zászlókkal érkeztek a háromszéki települések legmagasabb pontjára őrtüzeket gyújtani a helyi magyar közösségek. A Sepsiszentgyörgy melletti pacétetőn a Szemerjei Görgő közbirtokosság gyújtott őrtüzet. A közbirtokosságunk egy székely magyar keresztény közösség Románia szívében, aki megemlékezett a magyar kereszténységről, a magyar keresztény királyságról a rendszerváltás előtt is. Ma is fontosnak tartjuk, hogy erről megemlékezzünk. Ennyire látványosan, hogy mások is lássák, hogy mi van a szívünkben. A tüzek fáklyaként világítottak a dombtetőkön, jelezve, hogy a székelység a földrajzi határok ellenére is az egységes nemzethez tartozik. Az őrtüzek ezelőtt is azért voltak meggyújtva, hogy veszélyről vagy összetartozásról adjanak hírt. Tekintettel arra, hogy ma van a keresztény magyar államnak a születésnapja, akkor én úgy gondolom, hogy a Kárpát-medencében meggyújtott őrtüzek a magyar nemzetnek az összetartozását jelképezik és jelezik. Az őrtűzgyújtás mellett Háromszék számos településén egész napos ünnepségekkel emlékeztek a helyi közösségek a Magyar Állam alapításra.